Hivatalosan még egy hónapig tart az idei fűtési szezon, a társasházak azonban már március közepétől elindulhatnak a távfűtési rendszer korszerűsítését célzó pályázaton. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által közzétett felhívásra lakásszövetkezetek és társasházak jelentkezhetnek. Számukra összesen 3 milliárd forintos keretösszeget biztosítanak az úgynevezett okos költségmegosztók felszerelésére. A korszerűsítés nem csak a fűtési költségek csökkentéséhez járul hozzá, de hosszabb távon a fenntarthatóságot is segíti. Alapvetően a fűtési rendszereknek a korszerűsítését lehet finanszírozni, illetve szeretnénk azt is promotálni ebből a pályázati kiírásból, hogy a társasházak úgynevezett okos költségmegosztókat szereljenek fel például a radiátorokra, illetve radiátorok cseréjére is lehet igényelni ezt a pályázati forrást. Társasházanként minimum 150 ezer forint és maximum 75 millió forint a támogatás összege, illetve ez lakásonként is van egy limit, de a lakásonként nem lehet több a támogatás összege 400 ezer forintnál, és az is nagyon fontos még, hogy a támogatás maximális mértéke az a költségek 50%-ára terjed ki. Az államtitkár szerint a pályázathoz rendelkezésre álló összegből közel 20 ezer lakás fűtési rendszerét lehet modernizálni. Korábban is már volt egy hasonló pályázatunk, amit 2019 nyarán írtunk ki, és nagyon-nagyon sikeres volt az a pályázat. Több mint 320 társasház nyert el támogatást, és ez azt jelenti, hogy több mint 26 ezer lakásnak a fűtési rendszerét sikerült korszerűsíteni. Ez akkor egy kb. 2,5 milliárd forintos keretet tett ki, és most pedig 3 milliárd forintos keretet allokáltunk erre a pályázatra. Az okos költségmegosztás annak az alapja, hogy a lakásokban felszerelt mérőknek köszönhetően az ott élők saját fogyasztásuk szerint fizessék távhőszámláikat a jövőben, tette hozzá Steiner Attila. Az EMI, az építésügyi minőség ellenőrző innovációs non-profit KFT a lebonyolítója ennek a pályázatnak, úgyhogy az EMI üzemelteti a pályázati portált is. Ez a tav2020.emi.hu weblap címen érhető el maga a pályázat, és oda kell a csatolandó mellékleteket, illetve a teljes pályázati dokumentációt feltölteni. A feltételek további részleteit a tav2020.emi.hu oldalon olvashatják. A pályázatot a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, vagy legkésőbb augusztus 31-ig lehet benyújtani, az EMI Nonprofit Kft. Pedig a benyújtást követő 45 napon belül bírálja el azt.